Köszöntöm Önöket, ez a világhíradó az ATV-n. Nagy gondjai lesznek Iránnak, ha folytatja atomprogramját. Erre figyelmeztette Donald Trump kedden a Perzsa államot. Az amerikai elnök Emmanuel Macron francia államfővel tárgyalt, aki arról próbálja győzködni, ne lépjen ki az egyességből. A találkozó egyik érdekes pillanata volt, amikor Trump a nyilvánosság előtt azt mondta, korpát talált kollégája vállán és lesöpörte onnan. A Barack Obama elnöksége alatt született iráni atomalkú májusban jár le. A perzsa állam ebben vállalta, hogy leépíti atomprogramját, cserébe az országot sújtó gazdasági szankciók feloldásáért. Trump régóta elégedetlen a megállapodással, mert szerinte az nem akadályozta meg, hogy Irán fegyveres csoportokat támogasson a Közel-Keleten. Orosz magánhadsereg segítheti az Assad rezsimet Szíriában. Több szemtanú is arról számolt be, hogy az országban rendszeresen érkeznek orosz magánkatonák, egy 2-3 ezer fős csapat lehet jelen az országban. A Kreml tagadta, hogy közük lenne a hadsereghez. Közben Brüsszelben nemzetközi adományozói konferenciát szerveztek az immár 8 éve tartó szíriai polgárháború sújtotta a lakosságnak. Puskaropogás, ágyúdörgés és sűrű füst Damaszkusz déli kerületei fölött közel sincsenek békés állapotok. A szír kormányerők az Iszlám Állam és az Al-Nusra Front utolsó katonáitól próbálják megtisztítani a főváros negyedeit. A katonai akció során a lázadók telepeit és fegyvertárait célozzuk, nem össze-vissza lövünk. A művelet ezért eltarthat egy ideig, és akár napokig is folytatódhat még, mondja ez a szíriai miniszter, aki hozzátette. Megállapodásra nincs esély, mivel ezeket a területeket az Iszlám Állam katonái uralják, akikkel nem lehet tárgyalni. Az Assad rezsimet Moszkva támogatja, az orosz légierő szíriai bevetéséről, néhány csapat jelenlétéről és a szír katonák kiképzéséről hivatalosan is tudni lehet. Most azonban kiderült, egy kisebb orosz magánhadsereg is harcolhat a szír kormányerők oldalán. A csapatok mérete eltérő, de lehet 3000 ember is. A méretüket folyamatosan és nagyon gyorsan eltüntetik, és folyamatosan toboroznak, bárkit felvesznek, mondja egy helyi nemzetközi szervezet képviselője. Szemtanúk szerint többször is érkeztek repülők Moszkvából, amelyeken harcosokat szállítottak kiképzésre szíriai katonai bázisokra. Moszkva azonban tagadja, hogy közük lenne a csapatokhoz. Elképzelhető, hogy vannak orosz állampolgárok Szíriában, de nem mi küldtük őket oda, nem tagjai az országunk hadseregének, erről ennyit tudunk, reagált a hírekre a Kreml szóvivője. Szíriai menekültekből álló zenekar játszik Brüsszelben az Európai Unió szíriai donor konferenciájának előestéjén. Az első feladat megállítani a vérengzést, az etnikai tisztogatást, az emberek gyilkolását, ezek után lehetne beszélni a politikai megoldásokról, mondja az együttes gitárosa. A kétnapos konferenciát az ENSZ és az Európai Unió közösen szervezte azért, hogy segélyeket gyűjtsenek a szíriai polgárháború áldozatai számára. Több mint 80 ország képviseltette magát, a szervezők pedig azt szeretnék, ha legalább 6 milliárd dollár gyűlne össze. Németország 1 milliárd eurót ajánlott fel a rászorulók megsegítésére. A konferencia célja az is, hogy nyomást gyakoroljanak a felekre a genfi béketárgyalások újraindítására. Frederica Mogherini arra kérte Oroszországot és Iránt, hogy járjanak közben Damaszkuszban a politikai rendezés érdekében. 3 évvel a szaudiak vezette nemzetközi koalíció katonai beavatkozása után sem tűnik úgy, hogy egyhamar véget érhet a jemeni polgárháború. Eddig kevés területet sikerült visszafoglalni a húszi lázadóktól, akik a fővárost is uralmuk alatt tartják. A világ legnagyobb humanitárius válságát kolera járvány súlyosbítja, és éhínség is fenyeget. Menekült válságot okozott Jemenben a 4. éve tartó polgárháború. A harcok miatt tömegek hagyták el otthonukat. Sokan menekülttáborokban élnek. A háború mindent elpusztított. A határ közelében éltünk, de a golyók és gránátok oda is elértek. Minden célponttá vált. A családommal és 10 másik emberrel elmenekültünk, most sátorban kell élnünk, mondta ez a férfi. A síita iszlám zaidita irányzatát követő húszik 2014-ben foglalták el Jemen egy részét, beleértve a fővárost. Az ország nemzetközileg elismert elnöke 2015-ben Szaúd-Arábiába menekült. Korábban házunk volt, biztonságban éltünk, a gyerekek iskolába jártak, közel volt hozzánk a kórház. Most minden sokkal rosszabb, azért imádkozom, hogy hazatérhessünk, és minden olyan legyen, mint a háború előtt volt. A szaúdiak vezetésével a szunnita arab országok 2015-ben indítottak légicsapásokat a síita Iránból támogatott húszi lázadók ellen.
a felkelők pedig rakétákat lőttek Szaúd-Arábiára. A háború már negyedik éve tart, nem vezetett semmire, csak romboláshoz. Vannak mártírok és sérültek, akik ápolás nélkül fekszenek a kórházakban, mondta egy helyi lakos. A tanárok, orvosok és egyéb közalkalmazottak hónapok óta nem kaptak fizetést. Az országot sújtó blokád miatt élelmiszer és gyógyszerhiány lépett föl. Az újszülöttek éves halálozási aránya a harcok kitörése előtt 22%-os volt, most viszont havonta elérheti a 70%-ot a háború, illetve a szárazföldi, tengeri és légi blokád miatt, mondta egy orvos. Az egészségügyi rendszer összeomlása kolera járványhoz vezetett. Az elmúlt évben több mint 1 millióan fertőződhettek meg, és a torokgyík is egyre gyorsabban terjed. Pozitív várakozással tekintenek világszerte a pénteken kezdődő észak- és dél-koreai egyeztetésekre. A felfokozott hangulatra jellemző, hogy még a megbeszélésen felszolgált csütemény is diplomáciai botrányt kavart. Ez ugyanis egy olyan torta lesz, amelyen az egységes Korea térképe szerepel majd ehető formában. A cukrászok azonban olyan szigetet is feltüntettek rajta, amelyet Japán is magának követel. Gőzerővel folynak az előkészületek a két Korea határán, a pénteken kezdődő, de már most történelmiként apostrofált egyeztetésekre. Dél-koreai tisztviselők már azt a szobát is bemutatták a sajtónak, ahol a tervek szerint Kim Jong-un észak-koreai vezető és Moon Jae-in dél-koreai elnök egy asztalhoz fog ülni. A termet a béke és a remény szimbólumaival rendeztük be. Minden bútordarabnak, minden festménynek itt külön története van, mutatta be a lázas előkészületeket a dél-koreai alelnök szóvivője. Nem csak az országok vezetői, de a koreai állampolgárok is sokat várnak a találkozótól. Egyesíteni kell az országot. Egy név vagyunk. Miért kell ellenségeskedésben éljünk? Meg kell tanulnunk megbocsátani, mondja a koreai háború egyik veteránja. A félsziget déli részén ugyanakkor nem mindenki várja ilyen békésen és optimisten a pénteki csúcs találkozót. Szöulban a héten a tárgyalásokat támogató és Észak-Korea ellenes demonstrációkat is rendeztek. Utóbbi csoport aktivistái azt mondják, nem lehet megbízni Pjongjangban, szerintük az ottani vezetés ígéreteit megszegi majd, és nem fogja a nukleáris leszerelést véghez vinni. Észak és Dél-Korea hivatalosan több mint 6 évtizede hadban áll egymással. 1953-ban a koreai háború csak tűzszüneti egyezménnyel zárult, a felek nem kötöttek békeszerződést. Donald Trump is üzent a csúcs találkozó előtt. Észak-Korea le kell, hogy szerelje az atomfegyvereit. Pjongjang már eddig is komoly engedményeket tett, de újabbakra van szükség, jelentette ki Emmanuel Macronnal közös sajtótájékoztatóján az amerikai elnök. Trump egyúttal leszögezte, Washington mindaddig nyomás alatt fogja tartani Pjongjangt, amíg a nukleáris leszerelés meg nem valósul. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy a következő hetekre tervezett találkozóján Kim Jong-unnal újabb eredményeket fognak tudni elérni. Megszenvedhetik az amerikai gazdák és ipari termelők, ha eldurvul a kereskedelmi háború Kína és az Egyesült Államok között. Az ázsiai ország április 2-án 128 amerikai termékfajta importvámját emelte meg. Két nappal később újabb 106 termékfajta esetében jelentett be 25%-os vámemelést, bár azt nem tudni, hogy az utóbbi döntés mikor lép életbe. Nem vásárolna újabb Harley Davidson-t ez a kínai férfi, ha az importvámok miatt emelkedne a klasszikus amerikai motor ára. Az elsőt 16 millió forintnak megfelelő összegért vette. Ha felmenne a Harley ára, nem gondolkodnék rajta, hogy vegyek még egyet, mert nem lenne rá pénzem, mondta a férfi. A kínai importvámok emelkedése miatt drágulni fognak bizonyos amerikai repülők, autók, a szója babagyapot és a búza is. Néhány vendég talán megkérdezné, miért nőnek az árak. Lehet, hogy máshol vásárolnának, vagy nem ennének ilyesmit, mondta egy pekingi pékség tulajdonosa. A hónap elején már megemelték az importvámokat 128 amerikai termékfajta, köztük a fagyasztott disznóhús és a borok esetében. Szerintem azokra, akik szeretik a bort, nem lesz hatással a drágulás, mondta egy borkereskedés tulajdonosa. A francia és ausztrál borokra így is jóval nagyobb a kereslet Kínában, mint az amerikaiakra. Az új importvámok miatt az amerikai marhahús iránti igény is csökkenhet.
Egy átlagos vendég szempontjából a drágulás csak rossz lehet. Nekünk is többet kellene fizetnünk a marha húsért, mondta egy steakház főszakácsa. A 25%-os újabb importvámemelkedés, amely még nem lépett életbe, összesen 106 különböző típusú amerikai terméket érint majd, köztük a viszkiket. Még nem tudom, hogy reagálnak a vendégek, de szerintem sokan más országból származó viszkit választanának, mondta egy bár tulajdonosa. A kínai gazdaság jelenleg a második legnagyobb a világon az amerikai után. Előrejelzések szerint meg is fogja előzni. Tovább romlott a sajtószabadság helyzete Magyarországon a Riporterek határok nélkül éves jelentése szerint. A 180 országot tartalmazó listán hazánk a 73. helyen áll, vagyis tavalyhoz képest két helyet csúszott vissza. A jelentés megállapítja, hogy bár a Fidesz közeli üzletemberek folytatták a független médiumok felvásárlását, de még maradtak olyan sajtótermékek, amelyek beszámoltak a kormányzat korrupciós ügyeiről. A beszámoló kitért rá, hogy a sajtószabadság helyzete más európai országokban is romlott. Tavaly októberben Máltán öltek meg egy korrupcióellenes bloggert, idén februárban pedig Szlovákiában gyilkoltak meg egy oknyomozó újságírót. A jelentés fő megállapítása, hogy a média egyre erőteljesebben van kitéve a kormányzatok és vezetők médiaellenes hetz kampányának. Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték azt a dán feltalálót, aki tavaly vádoltak meg azzal, hogy az általa épített tengeralattjárón brutális kegyetlenséggel kivégzett egy svéd újságírónőt. Az áldozat holttestét augusztus végén sodorta partra a tenger Kopenhága közelében. A rendőrség már kezdetekben a férfit gyanúsította a gyilkossággal, a feltaláló önmagának is ellentmondó nyilatkozatokat tett a hatóságok előtt. A férfi saját találmányát is elsüllyesztette, hogy eltüntesse a nyomokat. Szexuális frusztráció állhat a hétfői kanadai tömegbegázolás mögött. A 25 éves elkövető a támadás előtt közösségi oldalán kényszer cölibátusról beszélt, amiért úgy érezte, hogy a nők nem vonzódnak hozzá. Közben gyilkossággal és gyilkossági kísérlettel vádolta meg a bíróság. Egy perces néma csönddel emlékeztek a torontói gázolásos merénylet áldozataira a kanadai parlamentben. Azoknak a férfiaknak és nőknek a családjai és barátai, akiket megöltek vagy megsebesítettek a hétfői támadásban, a legkegyetlenebb szenvedésen mennek keresztül. A veszteségük mély és személyes, amelyet el sem tud képzelni az, aki nem ismerte szeretteiket, mondta a kanadai parlament alsóházának elnöke. A 25 éves támadó hétfőn délben hajtott a tömegbe egy kis teherautóval, 10 embert halálra gázolt, 15-en pedig megsérültek, most 10 rendbeli gyilkossággal és 13 rendbeli gyilkossági kísérlettel vádolta meg a bíróság. Közben több felvétel is napvilágot látott azokról a pillanatokról, amikor egy kanadai rendőr lefegyverzi, majd elfogja a támadót. Sokan dicsérték az egyenruhást bátorságáért és hidegvérének megőrzéséért, hiszen egyet sem lőtt fegyverével. A kanadai hatóságok folyamatosan vizsgálódnak az ügyben, az áldozatok nevét azonban egyelőre nem hozzák nyilvánosságra. Hogy miért tart ilyen sokáig? A legtöbbször az emberek hordanak maguknál valamilyen igazolványt, amelyből kiderül, hogy kik ők. Ezt az információt felhasználva értesítjük a családot, amit meg is tettünk. Ezek után kérjük meg őket arra, hogy azonosítsák az elhunytakat. Egyelőre nem hozunk nyilvánosságra neveket, amíg nem vagyunk teljesen biztosak a személyazonosságukban, magyarázta az ügyön dolgozó halottkém. Közben az is kiderült, a férfi a támadás előtt szexuális frusztrációjáról posztolt közösségi oldalán. Ezt a Facebook is megerősítette, a támadó kényszer cölibátussal beszélt, amely olyan férfiakra jellemző, akik úgy érzik, nehézségeik vannak a szexuális kapcsolatok létesítése terén. A támadó ráadásul dicsőítette egy kaliforniai ámokfutót is, aki 2014-ben 6 egyetemistát ölt meg, amiért a nők nem vonzódtak hozzá. Kórházban ápolnak egy nőt Kínában, miután másfél hete rázuhant a fejére egy kutya. Az eset Kanton városában történt. A nő éppen egy klinika felé ment, amikor ráesett az állat egy kétszintes épület tetejéről. A nő rögtön eszméletét vesztette, több nyakcsigolyája is eltört. A mentőket a járókelők hívták ki, akik szerint a kutya legalább 20 kilósnak tűnt. Nem tudni, hogy került oda, mert a második emeleten lévő üzemi dolgozók nem tartanak kutyát. Szerintük az állat máshonnan juthatott fel a tetőre, ahonnan valószínűleg azért ugrott le, mert nem találta lefelé vezető utat. És eddig tartottak a világhíradó hírei, holnap újra várom önöket, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!